Különleges eseménynek adott otthont a szekszárdi sportcsarnok. A világon negyedik alkalommal itt rendezték meg a fogyatékkal élők karate világkupáját. 2018 óta most először a Tolnai megyeszékhelyen álltak vagy gurultak a tatamira a versenyzők, ugyanis kerekesszékes sportolók is megmérettették magukat a kétnapos rendezvényen. A magyar indulók mellett Romániából, Izraelből, Litvániából, Ukrajnából, de még Marokkóból is érkeztek a bajnokságra. A rendszeres sport és az ehhez hasonló megmérettetések nagyon fontosak a testi és szellemi fogyatékkal élő emberek számára. Cső! 50 éve gyógypedagógusként dolgozom, és 50 éve végzem a megyében élő értelmi sérültek érdekvédelmét. És tudnivaló, hogy amennyiben a kognitív képességei gátoltak, akadályozottak, vannak olyan területek, ahol kiemelkedőek. És így a sport az náluk nagyon közkedvelt. Mindegyik fogyatékos rétegre érthető, de az értelmi sérülteknél főleg. És erre nagyon kevés lehetőség van. És rettenetesen örültem, amikor bekerültem egy olyan körbe, ahol megtudtuk, hogy tulajdonképpen Belgiumban ez hogy történik. Eriknek köszönhetően, és az itteni trénernek, Rendás Péternek köszönhetően ez a módszer begyűrűzött hozzánk, és én azóta, amióta ez van nálunk, én figyelemmel kísérem, én főleg szakmailag és sportban ügyetlen voltam mindig is, de amit tapasztalok és látok, az egyszerűen csoda. Én azt gondolom, hogy az értelmi sérülteknél a sport az egy borzasztó nagy fejlesztő erő. Az a sérült, aki gátolt, zárkózott és nem volt sikerélménye, a sport a karaté által mivé fejlődött és mivé vált, óriási személyiségfejlesztő hatása van. A sikerélmény ösztönzi, szárnyakat ad, és megnyílik, bátrabbá válik, és arról nem beszélve, hogy náluk nagyon fontos, hogy tanul egy egészséges napirendet. Lesz felelősségtudata, lesz kötelességérzete, és akkora nagy önbizalmat ad, hogy az egész mentális képességeit ezáltal fejleszti. A para karate módszerét egy belga karatemester Erik Bortez dolgozta ki és népszerűsítette a világ számos országában. Ezen a rendezvényen is képviseltette magát, hiszen a szekszárdi klub vezetőjével, Rendás Péterrel szoros barátságot ápol. A bajnokságon autizmussal élők, siketek, mozgáskorlátozottak, látássérültek és értelmi fogyatékos versenyzők is megmérettették magukat. We have to adapt. A karate alapjait dolgoztuk át úgy, hogy a fogyatékkal élők is képesek legyenek kivitelezni a mozdulatokat. Írtam egy gyakorlati útmutatót arról, hogy miként lehet tanítani az összes fogyatékossággal élő embert ezzel a módszerrel. Tanítok szemináriumokon és oktatom az edzőket, ahol ezt kérik tőlem, úgy, ahogy tettem tavaly, itt Szekszárdon is. Magyarország a második Belgium után, ahol robbanásszerűen terjedt el ez a fajta sport, és ahol azóta is hatalmas követőtábora és résztvevője van ennek a speciális karaténak. A bajnokságon minden versenyző kapott érmet. Az első három helyezett a dobogon állva vehette át az elismerést, az összes többi sportoló pedig a negyedik helyezetteknek járó medált akasztatta a nyakába. A cél az, hogy a megmérettetéseknek köszönhetően önbizalomra és sikerélményekre tegyenek szert a sportolók.